Ideje volna telefonálni. Szóval ott fekszik a pali a földön. Én meg agybafőbe rúgdosom, dől belőle a vér. A csaja meg sikongat, pánikol, mint valami eszement. Ezért még számolunk, Tony Scarboni. Erre én ránézek a fickóra, bajtás, szívből sajnállak, ezzel a libával kellett együtt élned. Né, bács, ide löknéd a sót. Igen? Tony ott van? Ki beszél? Egy haverjától kaptuk meg a számát. Tudja, Brett Vertől. Egy pillanat! Valami kölyök. Brett Vertől tudja a számot. Az meg kicsoda? Az az új gyerek lehet, tudod, akit az zongorára raktunk. Húzza le magát! Hé, itt vagy még? Igen. Húzd le magad! Mit mondott? Hogy húzzam le magam. Pedig mondtam, hogy Brett meg minden. Na, állj arrébb. Megmutatom, hogy kell az ilyenekkel bánni. Ott feküdt. És a szeméből szép sugarakban patakzott a vér. Azt mondja, ne, Tony, ne! Én meg jutott volna eszedbe, mielőtt fellökted azt az italt. Igen? Add Tonyt, ott van. Itt ki az? Nem, mindegy. Vele akarok beszélni. Nem velem akarsz beszélni? Ki a franc vagy? Azt mondtam csupor, hogy add Tonyt. Oké, várj! Zabálok, ki az? Nem hajlandó megmondani. Ki van akadva? Add ide. Igen? Scarboni, kivel beszélek? Frank Rizzoval, most jó babafej. Kivel? Frank Rizzo, mi van öreg, a füleden ülsz? Ki az a Frank Rizzo? Rizzo, Frank Rizzo. Rizzo? Rizzo. Gőzöm sincs. Ismernem kellene magát, Mr. Rizzo? Nem, de talán jobb is, mert összecsinálnád magad fajtás, ha meglátnál. Tényleg? Bizony, ne ide figyelj. Hamarosan jön két srác a városba, nekem dolgoztak még Chicagóban, eszelősek. A legjobbak, igazi profik. Frank Rizzo, ez fontos alak lehet. Nézz utána a Chicagóiaknál. Mindenből a legjobb, a pénz nem számít. A? Két Jennyről van szó, felfogta az ugyanyú. Jó, de előbb, ha nem haragszik, beszélnem kell a főnökkel, hogy ő ismeri-e magát, mert én sajnos nem. Mi az, hogy együtt lumpoltunk az öreg Mariónál? Mondd meg annak a ragyásképű disznónak, hogyha kedves akar lenni hozzám, küld egy kocsit holnap a srácokért a French Bond és a Dawkins sarkára. Nem kellene így beszélnie a főnökömről. Hé, úgy beszélek róla, hogy kedvem tartja. Ne akart, hogy bepöccenjek rád is, Magilla Gorilla. A legutóbbi palit, aki kekeckedett velem, úgy lehajítottam az ötödikről, hogy már a harmadikon szétlocsant a fejem. Na jó, ezt most hagyjuk. Beszélek a főnökkel. Ha azt mondja, oké, úgy lesz, ahogy maga akarja. Ég veled, cukipofa, ilyen kis helyes vagy, nem lesz semmi baj. Aztán imádkozz rendesen. Na, kis gyerek, úgy tűnik lesz meló. Helyes. Tony, jól vagy? Elnézek a főnökhöz. Tessék.